Így néz ki a Rocktár stúdiója, a Kis Türelmet zenekarnak is lehetősége volt arra, hogy rögzítsék az egyik dalukat. Stúdió felvételek készítésére eddig nem volt lehetőség Félegyházán, de ezen túl a saját közegükben, professzionális körülmények között vehetik igénybe ezt a lehetőséget a zenekarok. A Rocktár vezetője szerint a stúdió hatalmas lépést jelent, már számos felvételt készítettek itt a zenekarok, az érdeklődésre jellemző, hogy hónapokra be van táblázva a stúdió. Mint nagyon sok minden más a Rocktár történetében, ez is egy félig véletlen találkozásnak köszönhető. Szabó Endre, a hangmérnök, aki most beköltözött a Rocktárba a saját stúdió technikájával, ő már régi jó barátom volt, régi jó zenész barátom, és dédelgetett álma volt egy stúdió létrehozása, és azzal tisztelt meg minket, hogy nem otthon tette ezt meg, hanem rögtön a Rocktárba kezdett. Nyilván ez egy hasznos szimbiózis mind a kettőnknek. A klubnak nagyon nagyba emeli az ázsióját, valamint a nyújtotta szolgáltatások lehetőségét. Ő pedig egy olyan közegbe csöppent bele, ahol azonnal rengeteg zenész megismerhetett, akik hétről hétre megfordulnak itt. A hangstúdió létrehozásában fontos szerepet vállalt a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület elnöke. Vállalkozása korábban menekülő folyosók kiépítésében is részt vett. Csányi József elmondta, folyamatosan szem előtt tartják a civil élet és a kultúra támogatását. Hangstúdió, ez épület az épületben, szerkezetként van kialakítva. Egy szendvics panel, perforált szendvics panel épület szerkezet van az épület egyik helységében elhelyezve, ami teljes körű hangszigetelést tesz lehetővé. Ezeket a hangfogó paneleket gyártja a cégünk, ezzel tudtunk jelen esetben hozzájárulni. A Kis Türelmet zenekar abban bízik, hogy közösségi oldalakon is népszerűsíteni tudja az elkészült felvételeket. A koncertjeiken saját szerzeményeiket is játsszák, ezért nagy lehetőségnek tartják a hangfelvétel készítést. Házi körülmények között normális minőséget nem igazán lehet produkálni, de most igazából ezzel a lehetőséggel kicsit belekóstolunk ebbe az egészbe, aztán bízunk benne, hogy későbbiek folyamán itt továbbra is föl tudjuk venni a zenéinket, és aztán ezt meg tudjuk osztani a közönségünkkel, meg a követőinkkel. A hangstúdióban minden technikai feltétel adott, hogy jó minőségű felvételeket készítsenek a zenekarok. A rendszerrel összesen 24 hangcsatornát lehet rögzíteni, bár általában külön hangszerenként rögzítik a zeneszámokat. Külön fölmegy a dob, basszus, gitár, ének, és a végén összetoljuk egy analóg pulttal. A stúdió akár abban is segítséget nyújthat a zenekaroknak, hogy az elkészült felvételeket bemutassák a lemezkiadóknak.